Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, szeptember 16-ára és szeptember 17-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatok, de vannak az ujjaink jógái is. A következő gyakorlat segít megbetegedéseknél, mégpedig a torokgyulladásnál, azon kívül segít abban, hogy legyenek ötletek, legyen egy terv. A hüvelyk ujjunkat átöleljük. A másik négy ujj, a kis ujj, a gyűrűs ujj, a középső ujj és a mutató ujj, így kifele van, de összefűzzük őket, és összekötjük a hüvelyk ujjunkkal. Amikor belélegzünk, akkor összenyomjuk egy kicsit az ujjainkat, kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold 16-án és 17-én is a bika jegyében van. És utal ezekre a témákra, ami a bika jegyéhez tartozik. A biztonság érzete, az anyagiak, egy szép környezet, esetleg kerti munka, a belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság, és élvezni az életet, élvezni a hétköznapokat. Mars bolygó szintén a bika jegyében van, az utal az élet erőnkre, hogy ide kellene befektetni az erőnket. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, tehát számukra most nagyon fontos a nyugalom, a biztonság érzete, ügyelnek az érzelmekre, viszont van egy feszültség Mars bolygó és Vénusz bolygó között. Mars bolygó utal a férfiakra, Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre. Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van, tehát mi hölgyek aktívak vagyunk, és elvárjuk az elismeréseket. Mi akarunk a középpontban lenni, de a férfiak olyan nyugodtak, visszahúzódóak, nem beszélnek nyíltan érzelmekről, vagy az is lehet, hogy megsértődnek, hogy nálunk hölgyeknél bizonyos elvárások vannak, és ez nem tetszik nekik. Tehát kell egy kis türelem, amíg a hold elhagyja a bika jegyét, és áttér az ikrek jegyébe, mert akkor lesz a könnyűség és a kommunikáció. Ami bennünket, hölgyeket illet, legyünk inkább a háttérben. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak, és ezek is kihatnak a napjainkra. 16-án a hold a Rohini holdházban van. Ez utal művészi területekre, kreatív tevékenységre, vagy egy fiatal hölgyre. De ennek szimbolikus jelentése van, hiszen ez utalhat újdonságokra, vagy egy új kezdetre a párkapcsolatot illetően, de mivel megvan a feszültség Mars bolygó és Vénusz bolygó között, mi hölgyek hajlamosak vagyunk összehasonlítani magunkat egy fiatalabb hölgyel, és úgy érezzük, mi nem tudjuk ezt a versenyt tartani, hiszen nincs meg ez a szépség, ez a kisugárzás, vagy ez a fiatalosság, ez sokakat
elbizonytalanít. De nem kell félni, hanem bízni önmagunkban, és megbízni az ő érzelmeiben, hiszen a következő napokban lesz mozgás, lesznek cselekvések, lesz újra találkozás. 17-én a hold a Mriga Shura holdházban van. Ez Orion csillag hatása alatt áll, illetve csillagkép hatása alatt áll. Orion az az égi vadász, vadászik valamire, keres egy új irányt, és mi is úgy érezzük 17-én, hogy keresünk valamit. Lehet, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit elérni szeretnénk. De lehet egy ilyen belső feszültség is, amikor megvan ez az impulzus, hogy keresünk valamit, de nem tudjuk, hogy mit, hogy mi legyen az, amit elérni szeretnénk, és ez is bizonytalanságokat válthat ki belőlünk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!